Nos, az én gyönyörű karanténos lányom reggelit készített nekem, mivel az apja nem akar enni. Ez az övé, azt a szemgolyó, hagyma, ugye? Aha. Púri hagyma uborka. Meg sajt a közepén. Alma, a sajt is van. És én is kaptam reggelit. Megkaptam egy tököt, meg egy jó kurstot. A tündér vagy gyere ide. Nagyon kedves vagy, köszönöm én szépen. Szívesen. Jó vagy nevelve. Cuki vagy nagyon. Na, ugye, hogy megbántad? Megbántad? Meg, hát. Hát a szíves, szia. Hát ha tudtam, milyen terülj asztalkám, akkor, na mindegy. Tudhatnád, hogyha leján csinál valamit, akkor ezt úgy csinálja, hogy az odarakja. Na, hát akkor jó étvágyat nekünk. Na, Ragnarról megkönnyörültem. Már nem bírtam meg ennyit, csak az egyik szeretet. Úgyhogy örülhet. Nagyon ügyes vagy magam. Macska is oda ment enni. Hát persze, ha hova máshova. Ja. A háttérben meg vár rám az összehajtóimoló ruha. Vasalni való, mert van egy pár, ami ki kell vasalnom sajnos, nagy duzzogva. Jó, kimászok az arcotokba. Jó étvágyat. Mit szeretnél? A kukajzacskót? Annak pitizik. Akarod a kukajzacskót? Jack, ne csináld már. Akar valamit, mindig lepitizik előtte. Mivel még 31-ig karanténban vagyunk, és hát mi nem, csak a gyerek, de hát nem fogjuk itt hagyni, úgyhogy Tesco online bevásárlás volt. Szerencsére mindent kaptam, amit akartam, úgyhogy nem is raktam ide fel mindent, mert kólából is többet vettünk, ásványvízből is. A lényeg. Szénsavas ásványvíz, ilyen sok kis üveges ásványvizet vettünk többet is, mert hogyha megyünk valahova, akkor általában a kocsiba bedobunk egy párat, hogy ha esetleg ránk jön a szomjúság, illetve a palacsintába néha szoktam tenni szénsavas ásványvizet, nem mindig, akkor ne kelljen már egy egész nagyot felbontani, nem is nagyon isszük, főleg csapvízen élünk, de legyen. Akkor két laktózmentes tej, kólából vettünk összesen 8-at, talán, de lehet többet. Egy ilyen habtejszint, van még itthon, de legyen. Akkor szintén az ásványvíz, ezt el is dobom innen. Egy kenyér, van a fagyasztóban még elég sok, meg most jön a hűvösebb idő, akkor úgyis elkezdek sütni. Majd meg fogom veletek osztani, vagy egy nagyon jó szendvicskenyér, zsúrkenyér receptem, ami pillérekből kihozható. Egy magyaros vajkrém, ezt ajándékba kaptuk, úgyhogy ez a Lejláé lesz. Vásárláshoz kolbászt, ez ilyen füstölt kolbász, hú, Isten illata van, de már így zacskón keresztül is, ennek 2590 kilója, úgyhogy ez a három darabocska, ez 1171 forint volt. Vettem még ilyen kis gyertyagyertyát, ezt is visszük ki még a temetőre, majd ha kiszabadulunk végre. Nagyon szeretem ezt a szájbalzsamot, semmi extra nincs benne, ettől nem viszketeszem. Mert sajnos a labelló, színezett dolgok, bármi, azoktól, tehát rákelem a számra is egyszerűen már is törlöm, mert viszket tőle, ettől nem. Úgyhogy most már nekem az enyém elfogyott, Leilának még van, úgyhogy rendeltem magamnak egyet. Így van. Aztán két májkrém, mert sose tudom, mibe halunk meg, alapom. Hát ez egy csirkemelsonka, egy ilyen baromfi krémrém, aztán a kedvenc ételézesítőnk. Na most, ha én ebben főzök, sót nem teszek be, ez egy nagyon sós ételézesítő, iszonyú finom. Én zeller allergiás vagyok, én nem tudom, hogy ebben mi van, mi nincs, el tudnám olvasni, ha lenne rajtam szemüveg, de hogy ettől nem duzzad be a szám, ha van is benne, akkor valami valószínűleg nagyon kevés mennyiségben. Mert ha most egy zöldséglevesbe tennék zellert, nem zellert zöldséget, hanem fehér répát, akkor azonnal kifordulna a szám, foltosodnék, fulladnék be. De ez az az ételézesítő, amitől még csak piszketni se viszket a szám, tehát én ezt használom, és nagyon-nagyon szeretem is. Jó sós. Nem kell belőle sok, és tényleg akkor már plusz sókon is kell tenni az ételbe. Vettem egy ilyen prémium sárga baraszlektvárt. Hát szerintem prémium minőség csak az, amit saját magad elteszel otthon. Nekünk már az apósi elfogyott, az éven viszont én nem tudtam betenni. Egyszerűen nem jutottunk el, nem is voltam olyan helyzetben, hogy elmegyünk a barackosba és szedjünk.
egy eper, lekvár és egy extra eper dzsem. Nálunk Ragnarsson nagyon-nagyon lekváros, lekvárt lekvárral, meg lekvárral is. Aztán most úgy döntöttem, úgy választottam tusfürdőt, mert alig van már itthon, hogy nem tudom milyen az illata. Nem szoktam így, de nagy szerencsém van, mert finom. Egy ilyet. Egy spálomügyet, ezt nagyon szeretem. Ez a mandulás. Mandulateljes, ez nagyon-nagyon jó. Ezt tudom, ezt ismerem. Meg az uramnak a munkahelyére be, ha meg is zárna esetleg, akkor egy tusfürdőt, mert már fogyóba volt. Egy porcukrot. Az igazság az, hogy én nem nagyon szoktam porcukrot venni, nagyon ritkán, mert általában lezúzom a kristálycukrot és kész a porcukor, de valamikor nem szeretek vele szarakodni, és most talában ilyen időszakaim vannak, hogy mindent próbálok egyszerűsíteni. Úgyhogy jött egy porcukor, két darab csóri kislány, de szép répa, azután az uramnak egy ilyen hónajgolyós, ezt szereti. Vettük előtte ezt a black and white-ot. Hát elmondom, hogy minden pólója, ami sötét színű, hófehér lett az hónaljánál. Tehát annyira nem jó. Úgyhogy átért erre a silverre. Danonjoghurt, citromos, epres, és egy ilyen nap, mint nap epres. Joghurt, natur vajkrém, egy karalábi Granny Smith alma, ez a kedvence az uramnak, illetve gála alma, 499 egy kiló, úgyhogy ez 625 forint volt, egy szerna metél tészta, egy csiga tészta, két finom liszt, két mokacukor, mert mi retrók vagyunk, mi kájéban munkacukrot teszünk, szóval csak végszükségben jöhet a kanalas. Most már egy jó ideje. Jó, mert mindig eszembe jut a gyerekkorom, amikor anyám kávézott, és lopkodtam a kockacukrot, és mártogattam a kávéjába, és úgy ettem meg. Tehát nekem ez egy jó élmény. És egy ilyen 82%-os vajat. Hát miért csak 82%-os vagy te? Jó, mindegy, lehet azért, mert olcsóbb volt, mint a másik. És egy ilyen vattapamacsot. Illetve itt a kedvencem. Vettem gyorsan kettőt is. Na ez az a bulgur, amiről már beszéltem. Ez a pákó bulgur. Ennek van a legfinomabb íze, amit én eddig kóstoltam. Diós. Tehát semmihez nem fogható íze van. Rettenetesen finom. Nagyon-nagyon. Most be is szereztem kettőt, de már bánom, hogy nem hármat, de majd következő rendelésnél még majd veszek egy kilós egy zacskó. És nagyon-nagyon klassz. Egy mascarpone. Készülök Halloween sütit sütni. És ahhoz kell nekem mascarpone. Ja, jó nagy kis teleki. Oké. Okay. És vettem egy gyertyát, nagy gyertyarajongó vagyok. Ilyenem már volt, tudom, hogy jó. És hát nem, mintha nem lenne itthon 5-6-7, de most ez egész jó árba is volt, 50 órás, úgyhogy orchideja, meg akármi illata van. Jó, szerintem ennyi. Túl nagy csendben van a karantén, most megyek, megnézem, mit csinál. Napja töltött le neki valami filmet, szerintem azt nézni, kop-kop. Ó, ne le csináljátok már. Nem, filmezünk. Hát te mit csinálsz, így csak? Így, nyomod? Így, az hátal nézel a tévét? Spongyabba volt szokta nézni, igaz? Aha. Valamit lebuktál morzsában a nyakadba. Mit ettél az ágyban? Chipset. Chipset? Nyakadba. Ez így nagyon menő. Jó van. Mit néztek? Múlt Péter 2-t. Igen, az jó. Apa letöltött nekem pár filmet, aztán azokat fogunk megnézni. Jó, látsz, így egyáltalán behúzom egy kicsit ezt a függönyt, mert belevilágít a tévében, nem tűnik fel? Nem. Szervusz, kis Sisza. Te neked itt a helyed? Neki is vettem magamnak is egy ilyen IKEA-ba, csak elfelejtettem megmutatni. Egy ilyen kis laptop tartó, vagy ilyen, valami ilyen ilyesmi. Ilyen ágyba kajás cucc. Ágyba kajás. És még kisebb bontottam, a macska már ráfeküdt, és próbáltak is karmával kibontani, úgyhogy szülinapjára neki adtam, úgyhogy nekem most nincs. Most megmutatom, hogy Jack hogy szokta várni a vacsorát, így szokott pitizni. Ragnar itt csinálja neki a
melegíti neki a kaját, a szülinapi jutifoliát, ugye a szülinapi kajáját, amit arra vettünk, ő pedig ilyenkor egyből hátravágja magát, és így fekszik, és cukin várja. Cuki vagy? Jaj, ne videózzalak. Musika. Igen, mindjárt kapod. Mindjárt ellenőrizt, hogy a hőfok megfelelő legyen a mikróban. 5 másodperc a szabályban. 1, 2, 3, 4, 5. Ennyi ebből azt melegszik meg. Ha tovább tartjuk, akkor felfog. Jön a kaja. Ipi, tiszted? Fújd meg neki! Fújd meg a kicsit szának. Jó, hogy vagyott.